5 szekcióra osztottam az anyagot, és ezeknek a szekcióknak rendeltem alá a műtárgyakat. Az első szekció az a földszinten tulajdonképpen egy ilyen primér szint is, amit a látogató a legkönnyebben befogad, vagyis az arckép, amit a hasonlóságokán sokan szeretnek, de ott is van kortárs alkotás. Hogyha följövünk a második emeletre, akkor itt pedig 3 szekció fogadja a nézőket, az egyik a tradíciók, a másik az időben és a térben. Fölérkezünk az utolsó emeletre, ahol az absztrakció uralkodik, a gesztusok, illetve a monokrom festészet. Nagyon attraktív a kiállítás, nagyon sokszínű, nem tud unalmas lenni. Debrecenben jól ismerik az Antal Péter féle, illetve az Antal Lustig gyűjteményt, ugye egy több generációs gyűjteményről beszélünk, de itt nagyon sok tárgy van, mind a kortárs, mind a régi anyagban, amit még soha nem láthattak. A Népszabadság múlt heti számában jelent meg Rózsa Gyula írása erről a kiállításról, aki úgy jellemezte ezt a kiállítást, hogy ma ez Magyarországon a nagybetűs kiállítás. Tehát én úgy gondolom, hogy ma ez Magyarországon a legjobb kiállítás, ami látható. És ezt nem azért mondom, mert az én tulajdonomban lévő művekből tevődik össze. A kiállítás abszolút közérthető. Mindenki megtalálja ebben a kiállításban a neki kedves, hozzászóló, őt inspiráló műveket vagy műtárgyi csoportokat.